A duális képzés lényege, hogy a hallgató annyi időt tölt a vállalatoknál, mint az iskolapadban, mondta a Nyír Duál pályázat záró rendezvényén Szigeti Ferenc projektmenedzser. Ez a fajta képzés a nyíregyházi főiskolán eddig csak a gépészmérnöki szakon volt elérhető, ez azonban jövő szeptembertől bővül, és már a közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, valamint gazdálkodás és menedzsment képzéseken is választható lesz. A már elérhető gépészmérnök szakon jelenleg 40-en tanulnak, ám közülük kevesen választották a duális képzést. 12 hallgató kapcsolódott be, illetve jelentkezett a duális képzésre. Szeretnénk ezt a létszámot. Azért is csináltunk ilyen nagy volumenű beiskolázási kampányt, szeretnénk legalább megduplázni, vagy meg háromszorozni ezt a létszámot. Erre lehetőséget ad az, hogy a duális vállalati partnerünk száma jelentősen megnőtt. A gépészmérnök szakon eddig 9 partnerünk volt, a többi szakkal együtt most az intézetnél 16, a főiskolán pedig 30 duális vállalati partnerünk van már. A főiskola több módon is támogatja a duális képzésben tanuló hallgatókat, felzárkózást segítő kurzust indítanak fizikából, valamint az angol szaknyelvi tudást is fejlesztik külön óraszámban. Ezentúl úgynevezett mentori segítséget is igénybe vehetnek az itt tanuló diákok, így a főiskola mentor tanárai nem csak a tanulásban, hanem azon túl is segítenek a hallgatóknak. A frissen bekerült hallgatókat tájékoztatják, segítik abban, hogy a felsőoktatási intézmény berkein belül az ügyintézés gördülékenyen haladjon, ha esetleg valamit nem értenek, akkor elmagyarázzák az ő számukra, illetve a harmadik fontos terület a mentoráláson belül az, hogy a vállalatok kapcsolattartóival is kommunikálnak a mi mentoraink, tehát nem csupán egy főiskolán belüli mentorálási tevékenységről van szó, hanem egy komplex tevékenységről, amiben a vállalat és a főiskola megfelelő munkatársa egyaránt aktívan részt vesz. A jelenlegi középiskolásoknak heti 2-szer érettségi felkészítő kurzusokat tartanak matematika és fizika tárgyból a főiskolán, valamint közel 7500 diákhoz sikerült eljutni az intézmény által szervezett népszerűsítő programokon.